Amikor János Vitéz belépője helyett Illuska dalát énekeltem. Csak segíteni akartam a Kovácsnél, akinek elment a hangja. Ja, meg olyan részek voltam már, hogy átdalált a közönségnek. Figyelem, 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 színésztársak! Gyűlést tartunk! Tália papjai! Ti a kultúra napszámosai! Na, ez már inkább igaz! A mai előadásunkra az egész világ! Az egész ország! Az egész város! Az egész falu figyelni fog! A lényeget mondja a direktor úr! Igen, a lényeget mondja! Hát jó! Ha ma megint megbukunk, akkor szentedjük innen is a sátorfánkat. De ami még rosszabb, Gorgó gyomorral fogunk álomra térni. És mi lesz a következő előadás, direktor úr? Van két fiatal író, Molnár Ferenc és Karinti Frigyes. Sosem hallottam róluk. Én sem. Biztos kettő. A kutya sem ismeri őket. Aj, dehogy is nem, kollégák. Tavaly 1921-ben játszottuk az ő írásaikból készült világsikert arató műveiket. Emlékeznek? Az volt a címe, hogy pikáns pikantéria. Ja, tényleg? Emlékszem. Én nem. Az volt az, amikor azt sem tudtuk, hogy fiúk vagy lányok vagyunk. Igen, pontosan. Illetve miket beszél Kormosné? Akkor kergetett a közönség a város határáig, ugye? Jól, jól is, kollégák. Csak kevlükre akarta ölelni a hálás közönség. Ja, persze. Akkor miért volt majdnem mindenkinél valamilyen szerszám? Mert azon akarták maguk fölé emelni Tália papjait. Hagyjál is, kollégák! Csak maguk mindig mindent félreértenek. Meg vagyok én magukkal áldva. Direktor úr, mikor játszom a... főszerepet? Na. Ide figyeljen, Tamás bátya! Majd ha a saját nevét ki tudja mondani rendesen magyarul.
Akkor beszélhetünk a dologról. Ki van ez a direktor úr? Derzsiné. Már megint a Derzsiné. Mindig a Derzsiné. Csak éhesek vagyunk, direktor úr. Igen. Arra mindig csak a gyomrára tud gondolni, Derzsiné. És a szent küldetés? Apropó, remélem emlékeznek még a jelenetekre? Nos, van még valakinek valamilyen kérdése? Nos, ha nincs több kérdés, akkor fogjunk bele az előadásba! Halló? Hello, Hanihó! Ki beszél? Ott ki beszél! 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 Patagónia kávéház beszél? Nem Patagónia kávéház, tévedés! Tegye le a kagylót, össze vagyok kötve! Én is össze vagyok kötve, tegye le a kagylót maga! Ki beszél ott? Ott ki beszél! Ott ki beszél! Ott ki beszél! Ne a fene essen a csőribe annak a papagájnak! Solferino kávéház beszél? Nem Solferino kávéház. Nem érti, hogy tévedés? Tegye le a kardót! Ki beszél? Ott 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 ki beszél? Madagaszkár kávéház beszél? Nem Madagaszkár kávéház, itt Új-Zéland kávéház. Nem érti, hogy össze vagyok kötve? Tegye le a kardót! Én is össze vagyok kötve. Tegye le a kardót maga! Hát, tudja, mit kérem. Barátságos ismeretlen. Ne tegye le a kagylót! Én várhatok, majd megunja! Igen, de tessék hajfestéket venni magához, ha azt meg akarja várni, míg én ne teszem, tisztelt úr! Mert viszont megőszülhet az úr, ha azt meg akarja várni! Úgy! Finom ember lehet ám maga! Én igen. Én nagyon finom úr vagyok. Maga is egy ritka, egy szarkasztikus ember lehet. Hát nem akarja letenni a kagylót? Honnan tudja? Persze, hogy nem akarom. De hogy akarom. Mégis mit gondol? Melyikünk teszi el előbb? Én azt hiszem, magácska. Önnöncske, önnöncske, kegyedecske. No, az ön csilingelő hangocskájában némi türelmetlenséget érzek. Ön a féle víznember lehet. Vigyázzon az egészségére. Ha-ha-ha-ha, nagyon jó. A frászt! Ön azt akarja, hogy én elveszítsem a türelmem. Ön ki akar hozni a sodromból? Ojjé, de milyen rosszul ismer engem maga. Magánál sokkal piszkosabb kabáttól vagyok. Nem érték azt el, hogy én dübejöljek vagy gorombáskodjak. Hogy én? Előbb fordul fel kegyed, édes úr! Ott a telefonnál, édes úr, mielőtt egy büdös szót kiveszem belőlem, édes úr. Én csak várok türelmesen, édes úr, míg a kegyed fekélyes kezéből kirrohad az a telefonkanyó, édes úr. Úgy? Hát nem teszi le. Mit kérem? Nem értem világosan nagy méltóságodat. Hogy mit nem teszek le? A kagylót. Milyen kagylót? A telefonkagylót. Ja, telefonkagylót. Hát miért nem ezzel kezdte az Istenért? Hiszen akkor semmi probléma. Én azt hittem, ilyen osztriga kagylót gondolt, vagy fülkagylót. Hát én nem tudtam, hogy maga telefonkagylót gondolta. Hát akkor ne teszi? Mit? A telefonkagylót! Telefonkagylót? Azt nem. Nem. Jó. Na, mi az? Nem beszél? Mégis meggondolta magát? Én? Szó sincs róla. Mert akkor mit beszél itt magában? Semmi, csak úgy. Ábrándozom. Szóval nem teszi le. Hát nézze, kérem, maga piszok fráter. Nem érti, hogy nekem sürgős, fontos dolgaim vannak? Hát miért nem teszi le? Hogy miért nem teszem le? Édes Istenem! Kérdezd meg a kisibolyától, hogy miért nem teszi le. Vagy a kismadártól, ki a ligetben hangicsál. Mit csinál? Hangicsál? Csak nem ette meg a fene. Haragszik vagy talán, untató? Engem?
Dehogy untat engem, édesem. Én jól mulatok, sose mulassak jobban. Nem hallotta ön, hogy jön létre a drága igaz gyöngy, mely olyan ritka dísze az illatos női nyaknak? Nem, ugyan meséljen. Elmesélem én szívecském. A tudomány megállapította, hogy a kagyló belsejébe valami kis piszok kerül, ami izgatja a kagyló érzékeny bőrét. A kagyló bőre erre folyékony anyagot választ ki, amely körülzárja a kis piszkot, s lassanként megkeményedik. Száz és száz év alatt így jön létre a megkövült, valódi igaz gyöngy. Hát ez érdekes, hát ez nagyon érdekes. Maga egy igazán egy elmés, egy kedves, egy ember. Hát nem akarja letenni a kagylót? Hát, csak megvárom, míg igaz gyöngy terem a telefonkagylóba, amelyben kegyed belekerül. Én? Igen, hát persze. Hiszen kegyed az a kis piszok, ami kell a telefonkagylónak, hogy izgassa a bőrét. Tudja mit? Barátságunk örömére megsúgom önnek. Jó lesz, ha hamar leteszi a kagylót és menekül. Igen. Igen. Az életed veszélyben forog, mi alatt olyan sokat beszélt, én titokban megbeszéltem a barátommal, Kavracsek Leóval, a nagy boxbajnokkal, hogy amíg én itten szóval tartom magát a telefonnál, ugorjon gyorsan kocsiba, szaladjon egy gyorsan az Új-Zéland kávéházba, menjen be a telefonfülkébe, és annak, akit ott talál, kenjen le két pofont, de olyat, amilyet Oxfordban kent le, amikor megnyerte az angol boxerdíjat. Komolyan beszél? A legkomolyabban. Szaladjon gyorsan egyetlen barátom, mert az a marha rögtön ott lesz, majd mi aztán az Abbázia kávéházban találkozunk, és elmenjünk a diverbe. Most mit röhög? Azon az emberen röhögök, aki éppenséggel az Új-Zéland kávéház telefonfülkében telefonál abban a percben, mikor a maga nagy boxbajnok a Kavracsek Leo odaér. Hát nem maga van ott. A fenét! Én a Turkesztán kávéházból beszélek. Jaj, aj, alá szolgálja! Kit keres, hölgyem? Nem tudom, jó helyen járok-e? Ez Berenci doktor rendelője. Akkor jó helyen, nagyon jó! Szóval a doktor úrral akar beszélni. A doktor úr azonnal jön. Addig gyorsan tegye le az esküt. Esküt? Ne féljen semmit, nem fáj. Ezen túl kell esni minden új páciensnek. Tegye rá jobb kezét erre a könyvre, és mondja utánam. Jaj, milyen könyv ez? Ez Fray Zsigmond őszinteségének szentséges Ó és Új testamentuma. Csecsemőkorunkban elfogyasztott mákos rétesnek, szexuál libidó neurotikus lelki zavarok gőkezelésére. Na mondja utánam, amit mondok. Mondom, mondom, csak már túl lennék rajta. Hiszek egy Fray Zsigmondban. Hiszek egy Fray Zsigmondban. Mindenható lélekbúvárban. Mindenható lélekbúvárban. Aki született porikonalitikában. Aki született porikonalitikában. Aki gyermekkorában beleütötte a fejét a keresztanya térkalácsába. Aki gyermekkorában beleütötte a fejét keresztanya térkalácsába. Ebből azt következteti. Ebből azt következteti. Hogy minden lelki zavarnak oka a gyermekkori emlékektől van. Hogy minden lelki zavarok oka gyermekkori emlékektől van. Ki felfedezi az alsó és felső tudatot. Ki felfedezi az alsó és felső tudatot. És gyógyítván vele mindenféle nyavajákat. És gyógyítván vele mindenféle nyavajákat. Meghala és megfeszítették legtöbb páciense. Meghala és megfeszítették legtöbb páciense. Szálla alá az alsó tudatba. Szálla alá az alsó tudatba. Onnan lészen eljövendő beszedni a honoráriumokat. Onnan lészen eljövendő beszedni a honoráriumokat. Amen. Amen. Na hát, egy furcsa orvos lehet ez, de nekem mindegy, csak meggyógyítsa. Ajajajajajaj. Most várjon, bejelentem a doktor úrnak. Na még ilyen helyen nem jártam. Mi lesz ebből? Csak már túl lennék rajta. Jó napot, barátom. Engem keres? Jajaj, igenis, igen. Jajaj. Jól van. Látom már, miféle lehet a baj. Ne féljen semmit, bízom meg bennem, meg fogjuk magát gyógyítani. Letette az esküt? Igenis, letettem. Akkor jó. Ne féljen semmit,
a pszichoanalitikus lélekelemzés segítségével, ha a mi urunk is odafent a felső tudatban úgy akarja, ki fogjuk elemezni, és ezáltal meg fogjuk gyógyítani a maga baját. Igenis, tetszik tudni, a dolog úgy kezdődött, hogy tegnap este, amikor egy darabságba beleharapta... Elég! Hogy kezdődött, hogy nem, azt nem maga fogja megmondani, hanem én. Ez a lélekelemzés titka. Magának csak az a dolga, hogy figyeljen rám, és feleljen a kérdéseimre. Miért kötötte be az arcát azzal a fehér, hangsúlyozom, azzal a fehér kendővel? Tetszik tudni, a dolog úgy kezdődött, hogy elég! Hogy miért kötötte be, azt nem maga fogja megállapítani, hanem én. Maga csak a kérdéseimre felel. Na, jegyezze meg magának, hogy minden cselekvésünknek titkos és mélységes okai vannak az öntudatban, mely okok a gyermekkori emlékek és traumák világából erednek. Igenis. Na látja, hát én ezeket az okokat kielemzem magából, én majd megmondom magának, hogy miért kötötte be az arcát fehér kendővel és nem pirossal vagy kékkel. Na, figyeljen csak rám! Maga gyermekkorában, anélkül, hogy erről tudna, szerelmes volt az öreg apjába, akinek már fehér volt a haja, és ezért öntudatlanul is azt szeretné, ha maga lehetne a saját öreg anyja. És ezzel a lelógó fehér kendővel az ő fehér haját akarja utánozni. Na? De bocsánatot kérek, doktor! Elég! Maga ezeket a hajlamokat el akarja nyomni magában, de cselekedeteiben és mozdulataiban elárulja magát a lélekelemző előtt. De kérem szépen, doktor úr, nekem itten... Elég! Ez a mozdulat, amivel az arcához kapott, mindent elárult. Mert megint belenyillalott. Hát tudja, mit jelentett ez a mozdulat? Ez egy öntudatlan védekezés. Egy elhárító, védekező gesztus. Mert maga öntudatlanul is azt szeretné, ha erőszakot követnének el maga ellen, szexuál, mazohisztiko, neurifikus alapon, mert magát egyszer gyermekkorában egy barnafoltos macska meg akarta harapni, és azóta öntudatlanul is macskának nézi az embereket. De doktor úr, nekem rettenetesen fáj! Na, hát fáj, persze, hogy fáj. Na, de miért fáj? Azért fáj, mert maga öntudatlanul akarja, hogy fájjon minden magának. Maga szenvedni akar, kínlódni. Szereti, hogy bántsák, hogy üssék, hogy verjék, mert maga mazohisztikusan terhelt. De hiszen nekem a... Elég! Üljön le oda, nézzen rám és feleljen. Mondja meg nekem, hogy mit álmodott az éjszaka. Hogy mit álmodtam? Hogy jön ez ide? Az mindegy. A lélekelemzés legfőbb eszköze, az álom magyarázata. Az ember álmában elárulja öntudatlan bántalmait. Na, mit álmodott? Aha, tudom már, azt álmodtam, hogy nagy kanizsán voltam a sógoromnál. Na látja, nagyszerű. Ezzel az álommal elárulta mazoista hajlamait. Bárha itt nem fáj. Na, és hogy miért álmodott kanizsáról? Mert van egy nóta, ami így szól. Megy a gőzös kanizsára. Kanizsáról, kanizsáról megy pápára. Elől ül a mazoista. Ki a gőzöst igazítja. Pártom, masinista. Az mindegy. Maga álmában mazoistát gondolt masinista helyett. Na, mi az? Eltaláltam? Érzi, hogy eltaláltam? Kérem szépen, én azt érzem, hogy... Na, mit érez? Mondja meg pontosan, hogy mit érez? Szúrást érzek. Hol érez szúrást? Itten lent, a combom, íze a combom túlsó felén. Szúrást érez a comb túlsó felén? Nagyon érdekes. Na, várjon csak, mindjárt jövök. Megvan! Magának gyermekkorában volt egy félszemű masinista ismerőse, aki egyszer meg akarta verni egy vékony pálcával, amit maga öntudatlanul szeretett volna, és azóta valahányszor ezt a szót hallja, hogy mazoista, öntudatlanul vágyik erre, és ennek következtében szúrást érez a comb túlsó perifériáján. Na, mit szól ez az analízishez?
Ha megtetszik engedni, hogy feláljak... Nem engedem! Ez egy szexuál libidinózus trauma. Ebből csak úgy lehet meggyógyulni, ha belátja, hogy úgy van, ahogy mondom. Na? Belátja? Persze, hogy belátom, de azt hiszem, egy kicsit ez is hozzájárul a szúráshoz. Nini, egy szemüveg, nem a doktor úri? De igen, ez az én szemüvegem. Hogy került az oda? Bocsánatot kérek, véletlenül ráültem, nem akarattal. Véletlenül? Nem akarattal? Hát maga csak úgy gondolja, barátom, hogy nem akarattal. Maga igenis akarattal ült rá a szemüvegemre. Én? Hát persze. Hát most látom csak. Maga nem is mazoista, hiszen maga egy közönséges szadista. De kérem szépen, egy gimnáziumba érettségiztem. Igenis szadista. Kegyetlenkedő gyilkos hajlamok lappanganak önben a tudat küszöbe alatt. Küszöb? Igen. Maga törni, zúzni akar, kegyetlenkedni, harapni. Maga azért ült rá a szemüvegemre, hogy összetörje, hogy megölje, hogy letiporja. Maga gyermekkorában látott egy vörös tarajú kakast, és azóta öntudatlanul is vért akar inni. Jézus Mária! Na, de ne féljen semmit. Ugyan maga öntudatanyában egy Nero, egy gyilkos, egy Caligula, de majd én kikúrálom magát. Ja, Istenem, Istenem! A maga vérszomjas, támadó szadizmusát egy erőteljesebb kényszerszadizmus hatása alá helyezem, mely jótékonyan le fogja győzni ezt a hajlamot. Megállj! Gyere ide! Vedd elő a pénztárcádat, majd elmúlik a szadizmusod. Adj ide 100 koronát, majd én segítek rajtad, te böszme Brühilda. Na, még 100-at? Úgy, majd legyőzzük azt a vérengző tigrist magában. Na, és most mehet. És mi lesz a fogammal? A fogával? Mi közöm hozzá? Nem vagyok fogorvos. Ez az igen, kezd már menni, ma még nyomottabban a gyígét, úgy márul ezt, tehát a fölvég, mint na. Feledni lélek, de nem tudlak feledni. Igen, tessék! Tanár szolgálja! Mi alapot, hogy hívják? Rókai! Eljöttem a tanár úrhoz énekelni tanulni. Tetszik emlékezni, a Karnács úr mondta a tanár úrnak, hogy érdemes volna kiképezni a hangomat. Nagyon szép hangom van. Ja, igen, emlékszem már, hát lehet beszélni a dologról. Ha nem tisztában van maga az én módszeremmel. A Karnács úr mesél nekem a tanár úr módszeréről. Tavaly! Hát először is jegyezze meg magának, kisasszony, hogy én a hangszerveket mindegyikét külön hangszernek tekintem. Miért tette? Igenis, külön hangszereknek. Tavaly! Hús! Másodszor pedig legyen tekintettel a hangőrre. Értette? Igenis, értettem. Tavaly! Hús! Dehogy is értette, mindegyik azt mondja, hogy értette, és nem érti. Kisasszony, ígérje meg nekem, hogy tekintette lesz a hangőrre. Na, adja a kezét. Becsület szavamra ígérem, hogy tekintette lesz a hangőrre. Tavos! Köszönöm, most pedig forduljon a világosság felé, és nyissa ki a száját. Mit csinál? Ez egy szájítás? Hát így egy erszín nyit ki az ember, vagy egy szekrény, nem egy szájat. Na, kerekre nyissa, úgy, és most énekelj szépen, hogy ő felednélek, de nem tudok feledni. Felednélek, de nem tudok. Jézus Mária, álljon már meg! Mi történt? Hiszen maga horkából énekel, maga szerencsétlen. Hát, ha már úgy tetten ért a tanár úr, minek tagadjam? Bizony, én már csak a torkomban énekeltem. Na jó, hát ide figyelj, az énekes nem a torkából énekel. Abba nem megy semmire, a torkából mindenki tud énekelni. Az énekes először leereszti a hangot a hídba. A tüdőbe! A tüdőbe énekel! A tüdőbe csak leereszti a levegőt, és milyen fölküldi az
Orva! És onnan? Na, onnan? A zsebkendőbe! Az! Az énekes a tüdejével és az euszták féle csővel énekel! Az mennyibe kerül az euszták féle cső? Az euszták cső, mint tudjuk, az a cső, mely a füljáratot összeköti az orrjárattal! Mint tudjuk! Na már most! A fennhangon énekel kisasszony, a nyelvőkét be kell tolni a gégébe, nyától a gyomor és a bárzsing egy rezonás hangvért képez! Igen, is képez! A... Tovább! Hús! Köszönöm! A mély hangoknál kiéresztő a nyelvgyöki, és behunja a szemét. Miért hunja be a szemét? Hogy ne lássam a hatást! Fals! Azért hunja be a szemét, hogy jobban kinyithassa a száját. Na, nyissa már ki, új! És most rezgesse a hangszálait. Mi csinál, mi csinál? Elnézést kérek, tanár úr, ne haragudjon, de nem tudom biztos, ahol vannak a hangszálaim. Hát gondoltam, ha az egész fejemet rezegtetem, akkor biztosan a hangszálaim is rezegnek. Hass! Különben majd meglátjuk. Na, énekelj szépen, hogy felednélek, de nem tudok feledni. Felednélek, de nem Jézus tudom. Már, álljon már meg, borzalmas! Próbáljon inkább az egészet, próbálja meg ával, akkor talán menni fog. Feladnálak, de nem tartok! Álljon már, borzalom! Próbálja inkább az egészet úú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 
Ernyi, hagyja már abba! Hát nem érti meg, hogy tönkre teszi a hangűrt maga szerencsétlen. Hát a hangűr a legfontosabb. A nagy énekesek egész fejüket hangűrnek használják. A hangűr az énekesnek olyan fontos, mint az aviatikusnak a hangár. Na várjunk csak, csinálunk majd valamit, jöjjön szépen, ide fáradjunk. A helyet foglalunk, törzsdöntés, lábakat föl, és nagy levegő után az ismert gyakorlatunk feled, élek kezdetű. Feled, nélek, nyugodtabban! Nézd mélyekre a gégét! Másikra figyeljél, másikra! Úgy, jó lesz már, ne adja föl, alakul! Új, Geri, na! Jó lesz, na! Szerencsétlen ember, pedig már egészen kezdett belejönni. Igen, tessék! Tudományok doktora, először is meghatározom magácskát. Aztán jöhet a fizetés, illetve a kúra. Hát éppen ezért jöttem önhöz, doktor úr. Tudja, már régóta homályosan látom a női magazinokat. Mi? Amiket... Magának a szemével van baja? Akkor mi a fenének vetkőzik? De hiszen a doktor úr mondta, hogy... A beteg nem beszél, a beteg öltözik. Igen is, kérem szépen. Van valami más baja is? Mármint a homályos látásomon kívül? Igen, a homályos látás jön kívül. Kérem, a kóros vakság az nem egy betegség. Meg egyébként is, én, mint az állatorvos tudományok doktora, nem érek rá ilyen piszlicsári betegségekkel foglalkozni. Értem. Na, készen is vagyok. Itt vagyok, doktor úr. Na hát, maga egy hölgy? Nem is vettem észre. Mit óhajt? Mint mondottam, szeretném magam kivizsgáltatni. Igen, igen, értem, de mi a baja? Ó, drága doktor úr, magam sem tudom, hogy mennyi betegség kihoz. Na, kérem szépen, én erre nem élek rá. Majd tudományosan meghatározom, hogy mi itt a problematika. Maga meg mit csinál? Jöjjön ide! Júlia, szváj!
ez az. Tudom én, kérem szépen, hogy mi itt a problematika. Vigyogenerikus hiszterida. És az nagy baj, doktor úr. De még mekkora baj, édesem. A félvilág vigyogenerikus hiszteridába szenved. Én már csak tudom. Rögtön el is kezdjük a kórát. Jaj, doktor úr, ez fáj! Maga nekem ne feleseljen. Maga itt a beteg, én meg a maga megmentője. Na, jöjjön szépen, drága. Feküdjön ide fel. Így. Így, itt, lábakat is. Így. Rend a lelke mindennek. Na, nézzük, drágám. Hoppá! Van itt valami más is, édesem. Még valami más? Ne ijesztegessen, doktor úr! Kezdem magam betegnek érezni. Ez ugyan szokott előjele lenni a paralízisnek, de ez csak későn fog beállni magánál. Na most meg vagyok nyugtatva. Mielőtt itt halok meg, doktor úr. Lenne még egy kérdésem. Mi az, ha az embernek fáj itt, ittni? Itt? Igen, itt. Epekő angyalom! És ez pont, ahol magának fáj, az az epepont. Akinek itt fáj, annak epekövei vannak. Ön jól be van sovanyítva, más baja nincs? De, itt is fáj. Itt? Igen, itt. Ez a mese, édesem, tudományosabban magának mesemedencelobja van. Tudja, mi ez a medencelob? Nem, doktor úr. És az halálos? Halálos? De még mennyire, hogy halálos, édesem. Olyannyira halálos, hogy ha 5 perccel később jön, akkor egy halott jött volna ide. Mondja, magának ki a házi orvosa? Vaszelics, doktor úr. Csodálkoztam is, hogy nem ő rendel. Vaszelics doktor urat elhívták egy beteg lóhoz. No, de szedje össze magát. Folytassuk is a kimerítő vizsgálatokat. Na, mutassa csak a fülét. Jújjúj, magának pielitisze van. Ha még egyáltalán visszatud jönni a Vaszelics doktor úrhoz, mondja meg neki, hogy pielitisze van. Én mondtam, esetleg nefritisze is van. De legszebb volna, ha pielonefritisze volna. Hát, édesem, ön nem húzza sokáig. De doktor úr, hiszen ön megijeszt. Nézze, én bátran mondhatom magának, engem nem köt az orvosi eskü. Tehát nem fogom sokáig húzni. De mint az állatorvos tudományok doktora, rögtön meg is kezdjük a problematika lokalizálását. Tessék ide belefújni az orrát. Na, jobban érzi magát? Igen, határozottan jobban. Jaj, drága doktor úr, nem is tudom, mi lett volna, ha nem magához. Hát igen, az állatorvos tudomány csodákra képes, drágaságom. De nézzük is csak tovább. Mutassa csak az orrát. Új, magának fakófényű az orra, ami nálunk némileg a degenerációt jelenti. De ez persze nem biztos. Minden esetre biztosítassa az életét, amíg nem késő. Mert ha egy év múlva megy vizsgálatra, úgy kirúgja a biztosítótársaság orvosa, hogy arról kódul. Akkor ön szerint maradt valamilyen esélyem az életben maradása, doktor úr? Nyugodjon meg, drágaságom! Én meg annyi önhöz hasonló reménytelen lovat, illetve hölgyet hoztam vissza az életbe. Most pedig felülöm magának az egészséges életmód 10 parancsolatát. Meglátja, egészen biztosan segíteni fog. Először, ne egyék fűszeres ételeket, mert ártalmas lehet a test súlyára. De egyék fűszeres ételeket, mert abban sok a só. Másodszor, ne vedeljen bort, mert ártalmas lehet a májára. De ugyanakkor igyék bort, mert az jót tesz a vérképzésének. Harmadszor, igyék tejet, mint tüdővészes, de mint víznaember, ne igyék. Negyedszer, igyék beznervizet, mint vesebajos, de mint epeköves, ne igyék. Ötödször, szedjen sok szódabikarbonát, mert az jót tesz a bélműködéseinek. De ugyanakkor ne egyék sok szódabikarbonát, mert tönkre teszi vele a gyomrát. Hatodszor, ne mozogjon sokat, mert az árt a vérnyomásának, de mint alacsony vérnyomású, mozogjon minél többet. Hetedszer, lehetőleg aludjék hideg szobában, mert az jót tesz a bőrpólusainak. De viszont ne aludjék hideg szobában, mert az árt a hörgőinek. Nyolcadszor, vegyen vívóleckéket, mert az jót tesz a tüdőnek, de ne vegyen vívóleckéket, mert az árt a szívműködésnek. Kilencedszer, ne járjon társaságba, mert az izgatja az idegeit. De járjon társaságba, mert a magány melankóliára vezethet. Tizedszer, ne járjon orvoshoz, mert az csak ront az állapotán. De járjon orvoshoz, hogy idejében elejét tudják venni a kóros elváltozásoknak. Azon kívül... Mit csinál maga az asztalomnál? És mit keres magának többen? Nem a tisztítóba kellett volna minnie? De igen, csak hogy... Olyan, ne magyarázkodjon. Menjen onnan. Igen, és kérem szépen. Küldje be a következő beteget.
Akkor kérném a következő beteget! Jaj, drága doktor úr! Tudja, én végső elkiselet is... A beteg nem beszél! A beteg vetkőzik! Igen, tessék! Á, kedves kolléga úr, mi újság? Kedves kolléga úr, érdekes esetből kifolyólag keresem fel, mint olyan elmeorvost, akinek tudományos képzettségéről, az elmebajok megállapításában való megbízhatóságáról, legalább úgy meg vagyok győződve, mint a magaméről. Nagyon kedves és igazságos, kedves kolléga úr! Nekem is az a véleményem, hogy az elmegyógyászatban körülbelül mi ketten vezetünk volt versenyben. Bizonyára, kolléga úr! A helyesen megértett tudomány diadalát látom abban, hogy elmegyógyászati kérdésekben mi körülbelül megegyezünk. Azért keresem fel, hogy bizalmas kettesben a négy szem többet lát elve alapján beszéljük meg ezt az érdekes esetet. Csupa fül vagyok, kolléga úr. Annak a megállapításáról van szó, kedves kolléga úr, hogy vajon én, aki önnel e percben beszélek, őrült vagyok-e vagy sem? Nagyon érdekes kérdés, már gondoltam rá magam is. Szóval ezt akarja vele megbeszélni? Ezt. Eleinte arra gondoltam, hogy mint az ország első elmeorvosa, ezt a betegséget magam állapítom meg magamról. Aztán rájöttem, hogy magamról lévén szó, mégiscsak jobb lesz, ha konziliumot hívok egybe, legalábbis két orvost, akik ehhez legjobban értenek. Meghívtam hát magamat és önt erre a konziliumra. Nagyon helyes, akkor talán kezdhetjük is a tanácskozást. Parancsoljon velem! Egyelőre még nincsen kifejezett véleményem erről az érdekes esetről. Minden esetre érdekelne, mi az ön véleménye. Az én véleményem az, hogy őrült vagyok. Minden esetre megfontolandó véleményed olyan ember részéről, aki az elmegyógyászatban oly kitűnő szaktekintély, mint kolléga úr. Ön hízelek, kolléga úr. Szó sincs róla, de térjünk a tárgyra. Abban ugye mind a ketten megegyezünk, hogy az őrülteknek mi a legfőbb ismérve. Hogyne, a fixaidát gondolja, nem de kolléga úr? Természetesen, a kolléga úr ezt nagyon jól tudja. Tehát meg kell állapítanunk, hogy van a kolléga úrnak fixa ideája. Abban ugye megegyezünk, hogy mit értsünk fixa ide alatt. Hogyne, fixa idea, azaz téveszme alatt egy kényszerképzetet értünk, amely az egyébként helyesen, vagyis logikusan működő emberi értelemben automatice felvetődött egy hibás képzetet önmagunkról, teszem fel, hogy valaki császárnak képzeli magát, holott nem az. Nagyon helyes. A kolléga úr ezt nagyon jól tudja. Nos, tehát lássuk, van-e önmagáról rögeszméje. Hogy hívják, kolléga úr? Köldök Ernő. Mi a foglalkozása, kolléga úr? Elmeorvos. Hol lakik, kolléga úr? Kökörcsin utca 106. Nagyon helyes. Ön tehát nagyon jól tudja, hogy ön kicsoda és micsoda, mert amint az imént mondotta, szóról szóra igaz. Ezek szerint nincsen rögeszméje önmagáról, ezek szerint az a véleményem, hogy a kolléga úr nem őrült. Az én véleményem pedig az, hogy őrült vagyok. De hiszen nincsen rögeszméje, hiszen tisztában vele, hogy micsoda. Igen, őrült vagyok. Pedig amint láttuk, nem az. Igazán azt hiszi? Hát persze, hiszen bebizonyítottam. Ó, álljunk csak meg! Hiszen ha nem vagyok őrült, akkor az, hogy őrültnek hiszem magam, egy hibás eszme, egy rögeszme. Így van. Tehát akkor nekem rögeszmém van, és akkor őrült vagyok. Ha rögeszméje van, akkor őrült. Tehát őrült vagyok? Miután rögeszméje van, nyilván az. Ó, álljunk csak meg! Ön azt mondja a rögeszmém, hogy őrült vagyok. De hiszen tényleg az vagyok, az imént mondta. De hát akkor ez nem rögeszme, akkor ez egy logikus gondolat. Tehát csak rögeszme, hogy őrült vagyok, tehát rögeszmém van, tehát őrült vagyok. Tehát igazam van, tehát nem vagyok őrült. Mégiscsak gyönyörű dolog a tudomány. A leggyönyörűbb kolléga úr, de legalább annyira kell érteni, mint mi ketten. Nem tudom, de nekem a feleségem nagyon gyanús. Ma este, amikor hazajöttem, egy kardot. Mit egy kardot? Két kardot találtam otthon a szobában. A feleségem persze rögtön megmagyarázta,
hogy biztos akkor esettek be az ablakon keresztül az utcáról, amikor elment az ablak alatt a díszőrség. Hát, ami igaz, az igaz. Tényleg nagy cél volt ma. Nem tudom, de nekem roppant gyanús a feleségem mégis. Ma megyek az utcán, véletlenül fölnézek egy ház ablakába, és ott látom a feleségem, kibontott hajjal, mintha csókolózott volna egy magas fiatalemberrel. Mindjárt különös volt nekem, direkt megvártam a lépcsőházban, és megkérdeztem tőle, hogy mit keresett ebben a házban, és ki volt az a fiatalember. Erre ő pofon vágott, és azt mondta, hát már a vidékről feljött unokatestvéremet sem köszönthetem, te marha. Mondom, akkor miért bontotta ki a haját? Mondja a feleségem. Miért, miért? Mert meleg volt. Hát, ami igaz, az igaz. Tényleg nagy a rokonság. És különben is, kezd már nagyon meleg lenni. Nem tudom, de nekem mégiscsak gyanús a feleségem, tudja Isten. Ma jövök haza a hivatalból, hát amint megyek keresztül a szobán, látom a feleségem és a házmester is a díványon fekszik. Lábújhegyen mentem át a szobán, nehogy felkeltsem őket. De amikor a házmester elment, rögtön szeget ütött a dolog a fejemben. Meg is kérdeztem a feleségemet, nem sokat teketeóriáztam, de ő megmagyarázta az egészet. Csak valami elmaradt lakbér miatt ugrott fel, és azt nagyon muszáj volt elrendezni. Csak annyira kifáradtak a nagy munkába, hogy észre se vették, és már aludtak is. Hát, ami igaz, az igaz. Házmester is lehet fáradt. Csak neki kell foglalkozni az egész ház nyűgével, bajával, nem igaz? Már régebben is akartam mondani, hogy nekem nagyon gyanús a feleségem. Ma este, amikor hazajöttem, és le akartam feküdni, hát nem tudtam lefeküdni. Próbáltam így, próbáltam úgy, de sehogy se sikerült. Mert már valaki feküdt az ágyamba. Gondolkodtam, hogy lehet ez az egész? Mire egyszer csak rájöttem, hogy azért nem tudtam lefeküdni, mert már valaki más feküdt az ágyamba. Mondom csodálkozva, Nini, hát akkor én már előbb lefeküdtem? De az nem lehetett, hiszen én még fent voltam. Másnap szóvá is tettem a feleségemnek. De ő megmagyarázta az egészet. Hát nem régóta magyarázom, hogy menj el a szemészetre? Mert hogy néha kettős látásom van. Ami igaz, az igaz. Néha tényleg rosszul látok. Milyen gondos az én kicsi feleségem. Mindig a szemembe mondja az igazat. De azért nekem roppant gyanús a feleségem. Csak nem szeret az ön ő valaki más. Múltkor gyereket szült nekem ez én drágaságom. Istenem, milyen boldog voltam. Szépen cseperedett is az én szemem fénye, amikor valami furcsa dolgot vettem észre. Nézem a gyereket, vörös haja, lófoga és elálló fülei vannak. De furcsa, mondom, mintha nem rám hasonlítan ez a kölyök. Egyszer csak feljött a házi úr, és a kölyök rögtön az ölébe ugrott. Hát hiába, az szeretet, az szeretet. Nézem a szobaurat, nézem. Annak is vörös haja, lófoga és elálló fülei vannak. Furcsa véletlen, mondom. Másnap szóvá is tettem a feleségemnek, de ő megmagyarázta, hogy azt mondja, biztosan úgy történt ez a megmagyarázhatatlan véletlen, hogy amikor megfogant az én szememfénye, pont akkor csöngettek, és annó az járt a fejemben, hogy vajon miért kereshető őt a házi úr. És pár Freud is megmondta, hogy fejben dőlnek el a cselekedetek. Ebben lehet valami. Akkoriban tényleg sokat kereste őt a házi úr. Mert hogy sok gond volt a házban. Bánatos vagyok. Egy hónapja nem láttam a feleségem. Este mindig rá gondolok, és nagyon fáj a szívem. Mert valami különös, egészen érthetetlen gyanú lappong a lelkem fenekén. Alig merem elmondani. Én azt hiszem, ez az asszony nem szeret már engem annyira. Egy norvég regénybe olvastam én már valamikor, hogy előfordult a házasságokban, hogy az asszony lassan-lassan elhidegül a férje iránt. Lehetséges volna, hogy az én feleségem is egy ilyen átalakulás fele közeledik? Nem, nem. A feleségem mégiscsak szeret. Két hónapi aggodalmak és lelki harcok után végre mégis megértettük egymást. Tegnap este ismét enyém lett. Az Ó utcán jöttem haza este 11 után, hát egy kapu alól egyszerre elém toppant a feleségem. Biztosan azonnal megismert, bár sötét volt. Mert rögtön mondta, hogy jöjjek be hozzá. És még szép embernek is nevezett. Bementem.
A feleségem rögtön a karjaim bomlott. Csak azt tudnám, hova tűnt a tárcám. Mégse voltak igaz az a norvég regénnyel. Boldog vagyok, hogy gyanúm alaptalannak bizonyult. Soha többé nem gyötröm magam ilyen elavult dolgokkal, melyek megzavarhatják idill kapcsolatom nyugalmát. Jó napot, kollégina! Jó napot, kollégina! Na, milyen volt a fogás? Hát láthatja, kegyed, nem valami meg a terjú. Hát igen, már ezek az óriás lajhárok sem a régiek. De ezek a szmiradonok idejében. Hát igen, akkor még jó volt. De amióta ezek a pitekantropuszok betették a lábukat... Nekem mondja! A múltkor is két eltévedt pitekantropusz kért tőlem útbaigazítást. No és mit mondott nekik? Hát mondtam nekik, hogy menjenek arra, utána forduljanak amarra. No és? Felmásztak az első fára, azóta is ott bubbasztanak. Higgye el nekem, nem fogják sokáig húzni. Miért? Az archantropuszok talán tovább fogják bírni? Kizárt dolog. Ismertem egy testvérpárt. Homo habiliszt és Homo erectuszt. Tényleg? Na, inkább lessük meg, van-e kapásunk? Semmi. Hát magának? Nekem sincsen. No, akkor nézzük, mit lehet itt enni. Csak nehogy leptisztidium legyen menüben. Már nagyon unom. Fúj, maguk még megeszik a rágcsálókat. Ne legyen finnyás, össze kell húznia magát az embernek. Igaza van, nem lehet kibírni ezt a drágaságot. Képzelje, reggelizni a kövér masztodon kocsmában voltam. Tudja, mit elkérnek egy rongyos mamut gerincért? Na hallja, háború van! 18 színes kavicsot. 18 színes kavicsot. Honnan vegyem? Nem győzöm összekeresni. Már a férjemet is leküldtem a folyópartra, hogy keressen. Meddig bírjuk még ezt a drágaságot? Az semmi! Tudja, én mit fizetek itt az ichthyosaurus csülökért páfránykörítékkel? 20 csigát! Mit lehetett azelőtt kapni 20 csigáért a miocén korszakban? Két plesiosaurus, agyarastú! Legalább! Hát nem lehet kibírni. Be kell már fejezni ezt a háborút. Sőt, végig kell folytatni most már, ha elkezdtük. De ki hitte volna, hogy ilyen soká fog tartani? A technika mai felkészültsége mellett ma a hihetetlen felvilágosodottság századában a 42 cm hosszú vaddisznó agyar, az obszidián kövön reszelt arasznyira növesztett körmök és vason köszönült fogak nagyszerű századában igazán azt hittem, hogy egy-kettőre megleszünk a gibbonokkal, akik ránk kényszerítették a háborút. Éppen azért! Most már nem szabad abba hagyni. Nekem meggyőződésem, hogy ez az emberiségnek az utolsó háborúja lesz. Azt hiszi. Egészen bizonyos. Ha most mindent megteszünk, hogy tökéletesített fegyvereinkkel, minden erőnknek latba vetésével végigverekedjük ezt a háborút, akkor olyan békét köthetünk végre, hogy a földtányér minden lakója megérti majd egymást. Kezet nyújtunk majd egymásnak, és a jövőben nemzetközi konferencia intézi majd el az esetleges konfliktusokat. Nem lesz szükség többi erőszakra, csak ezt az egy háborút harcoljuk még végig. Ez olyan bizonyos, mint hogy a nap forog a föld körül, és hogy a föld, mint nagyszerű tudósaink kiderítették, egy mamut ormányán lebegő óriási csiperkegomba. A tudomány, édes kollégina, a tudomány mindenek előtt. Ha így beszél, miért nem megy a frontra? Bocsánatot kérek! Maga nagyon jól tudja, hogy engem, mint az első pliocén kőbaltacsizoló részvénytársaság nélkülözhetetlen tisztviselőjeként mentettek fel. Különben is. Most egy kőkorszaki színdarabon dolgozom. Ugyan már megint? Igen. És azt hiszem, ennek is lesz akkora sikere, mint a múltkori volt. Tudja, már a millió is hatásos. A miocén korszakba helyezem a cselekményt, ami valami kedves, archaikus patinát ad a dialógusoknak. Különben arról lesz lenne szó, hogy egy asszony elhagyja a férjét, mert az idegei valami mást, valami szebbet kívánnak, és hagyja magát elrabolni egy igazi férfi által, aki magutokra vadászik. De az elhagyott férj utaléri őket, amikor keresztül akarják úszni a folyót, és ekkor a volt férj emberbőrfrakjából dorongot ránt elő, de azok megelőzik, nyársra húzzák, és nyílt színen megeszik. Jaj, de borzasztó!
Tudja, nem a cselekményen van a fő hangsúly, hanem a dialógusok finom pszichoanalitikus árnyalatain. Egy igazi modern pleocénasszonyt akarok megformálni, egy elfinomodott idegzetű, hajszálfinom érzékenységű, ultramodern lelkületű asszonyt. Ez főként az utolsó nagy jelenetben lesz kidomborítva, ahol a volt férjet megeszik. Azt hiszem, nagy sikere lesz. Pazar kiállítás, káprázatos ruhák, véres love story. Én leszek, akit elrabolnak. Miután a kanibalizmusban elhunyt fél testvérét, kiszabadítom egy krokodil szájából. De nem hagyom magam, mert jó útra térítem az engem elrabló pitekantropuszokat, miután lehívtam őket a fáról. Azokat, akik nem hallgattak magára és fennragadtak a fán. Igen, azokat. Persze megkínálom őket bűs galúcával, ettől aztán tudathasadásuk támad, megtámadják önmagukat, és hogy mentsék az életüket, visszamásznak a fára. Ilyen gyorsan. Nem tehetek mást. A menedzserem őstúlkot csinál belőlem, ha nem szállítom le időben a sztorit. Nagyon szép, megható történet. Csak nem valami új. Ja, kérem. Háború van. Ma ez kell a közönségnek. Uraim, azt hiszem, elkezdhetjük a tárgyalást. Felhívom a tisztelt jelenlévők figyelmét, hogy egymás sértegetését kizárja polgári származásunk és rangunk. Egyetértenek? Természetesen. Egyetértek. Ha kell, megállapítom, hogy jelen vannak. Pecek úr, mint felperes. Jó magam, dr. Szamár, mint a felperes jogi képviselője. Takkony úr, felperes. És dr. Kus, mint az alperes jogi képviselője. Tisztelt dr. Szamár, megállapítom, hogy helyzetértékelése a valóságnak megfelel. Én meg megállapítom, hogy felperesként követelem az igazságomat. Az eset szerintem teljesen világos, mondhatni egyértelmű. Nos, nézzük a tényeket. Az elmúlt héten Pecek úr, mint felperes, nyugodtan üldögélt kávéháza teraszán, újságot olvasott, hallgatta a madarak füttyét, bókokat szórt a fiatal hölgyeknek, és éppen meg akarta adni a múlt heti 5 pengő tartozását, amikor az ön ügyfele, esetünkben, mint alperes Takony úr, arra jött és belegázolt ügyfelembe. Nos, uraim, ami ezután történt, egyedül álló a világtörténelemben, mindezek által ügyfelem, az őt ért egész életére kiható inzultust a mai napig nem tudta kihevelni. Dr. Kus, öné a szó. Mint az ügyvédi kamara teljes jogú tagja, magam is elítélem a mindenkori polgárhoz nem méltó agressziót. Habár megjegyzem, a védelem ellátása nehézkessé válik akkor, amikor egy számomra nem kellően ismert esetet kell védői minőségemben ellátnom. Sajnos ebben ügyfelem Takony úr sem volt segítségemre. Minden bizonnyal a szégyenetet tett teljesen befelé fordulóvá. Nem is csodálom, a helyében én is magamba fordulnék. Higgyék el, uraim, egész életemben végig fog kísérni ama számomra is érthetetlen, szélsőséges, embertelen reakcióm. Így egészen természetesnek találom, hogy ama megtörténteket el kell ítélnie minden valamire való polgárnak. Abban bizonyára egyetértünk, hogy önök is sérelmesnek találják ezt a megengedhetetlen, elfogadhatatlan, méltatlan magatartást. Dr. Kus, öné a szó. Mi a magunk részéről kijelentjük, hogy természetesen hajlandóak vagyunk a legmesszebb menő elégtételt megadni. Na, még jó, hogy megadják. Ezt a skandalumot el kell utasítani az egész társadalomnak. Sőt, az egész világnak. Jelzem, elvárjuk a feltételek nélküli legteljesebb kiengesztelést. Mindannyian tudjuk, mi a kötelességünk oly társadalmi körök magaslatán, ahol a polgári becsület, az emberi méltóság az egyetlen kincsünk, melynek kényes szövetét egy véletlenül elejtett szó, egy durva hang is bemocskolhatja. Hát én is ezt mondom, uraim, pontosan ez! Tehát kérem, a dolog természeténél fogva és tekintve a sértés minőségét, mi hajlandóak lennénk. Na, bökje csak ki, öregem, bökje, ha már az ügyfele legázolt, megalázott, végig sértett, tönkretett. Azt hiszem,
félig sértett ügyfelem megelégszik a sértés egyenes arányú kielégítésével, azaz... 50 pengőre gondoltunk, mint kielégítő megoldás. Azt gondoljuk, hogy ez méltányos. Mi, kérem? Minket nem lehet megvenni, a mi becsületünket nem lehet kufárkodással semmissé tenni. Ez halatlan! De hát ügyfelem a múltkori, egyébként a részemről is elítélendő cselekedetét nem sértésnek szánta, csupán... Nem sértésnek szánta? Még hogy nem sértésnek? Ezt kérem elfogadhatatlan magyarázatnak tekintem. De hát már réges-régen megbántam, még gyónni is elmentem, mert átéreztem, micsoda bűnt követtem el. Tönkretette az életemet? Mit tönkretette? Ellehetetlenítette? Itt kérem még háború is lehetséges. Háború? S tudja, mit jelent az, hogy háború? De én nem akarok háborút. Én kérem szépen nem tudtam, mit cselekszem. Magamon kívül voltam, elhagyott a feleségem, kirúgtak az állásomból. Maga szerint ezek kifogások? Ugyan kérem, legyen férfi? Hát kérem, akkor adják meg önök? Természetesen az egyenes arányosság elvét követve a jóvátétel részleteit. Ügyfelemmel, Pecek úrral, mint felperessel, arra a következtetésre jutottunk, hogy kétszeri golyóváltás, 10 lépésről, majd ha ez nem vezet eredményre, akkor karddal, természetesen lovassági karddal, az utolsó pengéig történjen meg a sértés elégtétele, és ha még akkor se kapta volna vissza ügyfelem a becsületét, akkor... Akkor persze nem marad más hátra, mint a legférfiasabb dolog az ember életében, azaz... Ki ne mondja, kérem! De hát én nem is emlékszem semmire. Még hogy nem emlékszik, hát én majd elmondom, mi történt. Mentőket kellett hívni, sőt, rendőröket. A katonaságot riadókészültségbe kellett helyezni. A határokat le kellett zárni, kijárási tilalmat kellett bevezetni. Még hogy nem emlékszik. Lesújtva érzem magam. Hogy tudtam így kivetkőzni magamból? Hát kérem, tekintve eme szörnyűséges, borzalmas eseményre, nem marad más választásunk, mint hogy elfogadjuk a golyóváltást 10 lépésről és a lovassági kardot. Életemmel fogok fizetni, galát tettenél. És az még lehet, hogy kevés is lesz, uram! Most, hogy a tárgyalásunk a megegyezés felé közelít, kérem kollégámat, mondja már meg, mi szerint. Ügyfelem minő sértéssel illette az ön ügyfelét? Hát, ha tudni akarja, akkor az ön ügyfele visszafordul, és ezt a kifejezést használta. Júj! Micsoda! Na most már ön is látja, maga sem kap levegőt. Hát ez több, mint pibasság volt. Nem szoktam káromkodni, de azt a nyavaja piszkált! Látják, egy őrült álmon dolgunk, uraim! Na most már elegem van, még ez a gorbarom is beszél! Igenis beszélek, és nem vagyok gorbarom, maga piszok! Maga büdös lumpen! Ne tántán inzultálja az ügyfelemet! Hát ilyen maguk felel a magiasság! Mit mondott maga a nyugós barom? Rusz! Én? Hát persze, hogy volt, te hívnyál! De halapni is tudod! Még halapni is sem tudsz, te gyávali! Majd adok én neked sérteket, te jó embert! Viszed a lábad a szempont! Te jobban lábam eszed! Maga izolál, fog tűnne eszed! Te! Lacsúcsú, míg nem kell halál a fejjel! A törpe fogtuk, majd én megmutatom neked! Á, a keserű szomszéd vagy! Fogd azt a hernyódat! A búgáját, a teremnek! Ezt nem fogni fogunk, hogy... Minden! Most úgysem ez a lényi torega! Te merni! Te jó fogítáció! Te! Látom most már, halált szár! Te, rossz pucsi! Valamivel nagysárnak? Igen. Mivel? Adja vissza az uramat! Adjam vissza az urát? Igen. Tehát ki a maga ura? Az uram? Az a kis barna, cvikkeres ember, aki a maguk színházának az ügyvédje. Úgy hívják, Fletcher Kienő. Ismerem? Jó? Tényleg? A Jenő! Adja vissza! Hát, hogyan adjam én vissza magának az urát, amikor nem is vettem el?
de hiszen az előbb azt mondta, hogy ismeri. Hát ez még nem jelenti azt, hogy elvettem. Ismerem, hiszen a színház nevében ő kötötte velem a szerződést, és láttam is néhányszor a színházban. Kedves kis barna ember, azt mondja, hogy cvikert visel? Igen, cvikert. Hát én nem láttam rajta soha. Mert leveszi. Mert magának tetszeni akar. Mert magát szereti. Velem szemben persze cvikert visel, mert velem nem törődik, engem nem szeret. Adja vissza, édes Sarolta! Adja vissza, édes Sári! Hát, ha nem néznél rám ilyen kedvesen, most kedve menne gorombáskodni veled, édesem! Hát, honnan veszed azt, hogy én elcsábítottam a te uradat? Minden premieredre virágot küld. Ez hazugság! Hogyan? Nem igaz. Soha még egy szál virágot sem kaptam tőle. Neked talán azt mondta, hogy virágot küld nekem. Nem mondta, hanem én utána jártam a boltban, és megtudtam, hogy küld. De azzal a megbízással, hogy ne a színpadon adják át, hanem az öltöződbe vigyék. Hazugság! Márhogy én hazudok? Nem! Ő hazudik! Hát ez a levél? Levél? Milyen levél? Ez itt mi? Azt írja benne neked, hogyan? Még csak nem is tőlem van, hanem tőle. És hozzám van címezve? Na mutasd! Majd én felolvasom. Édes Sári! Ma nem jöhetek be a színházba, hát levélben küldök 1001 csókot. Hallatlan! Reggel, amikor elment hazugról, az íróasztalán felejtette ezt a levelet. Úgy látszik, el akarta vinni, hogy valami hordárnak adja át, vagy betétesse az öltöződ asztalára, hogy ott találd, amikor este megérkezel. De otthon felejtette, és én felbontottam. Na ne sírj! Nehogy nem sírok! Egy ünnepelt szép lány, egy híres színésznő, elveszi egy szegény kis ügyvédnétől, született Irmucai Ilonától az ő urát. Neked könnyű, mert te egy este királykisasszonynak öltözöl, más este görögistennőnek vetkőzöl, korommal erősíted a szemöldöködet, szájat festesz, a szemedet kihúzod, jó illatú vagy, színes vagy, cifra vagy, és énekelsz és táncolsz. Persze, hogy beléd szédül az ügyvéd. De mit csináljak én? Saját butaságommal és egyszerűségemmel. Csak nem énekelhetem el neki a szívemet. Te meg szédítheted, mert te a szerepedet játszod, és a buta férfiak neked tulajdonítják mindazt a sok kedvességet és okosságot, amit az írók írnak a szerepeddel. De engem nem segítenek a szerzőt. Hát hogyan szédítsem őt az én egyszerű szenvedélyemben? Hát ez egy borzasztóan érdekes eset. Melyik? A tied. Enyém? Ugyan miért? Mert én a te urattól soha egy szál virágot, soha egy sor írást, soha mást, mint hivatalos ügyvédi beszélgetést nem kaptam. Nem hidegült el köztetek otthon a viszony az utóbbi időben? De igen. Hát akkor rendben van minden. Hát nem az első eset nálunk színésznőknél, nem is az utolsó. Az urat mindezt a komédiát azért játsza veled, hogy féltékenyé tegyen, és visszanyerje az érdeklődésedet. Hogy mondod? Ez nem az első eset? A századik, az ezredik. Kérdezz csak meg, akármilyen csinosabb színésznőt. A színház körül levő házasságokat ez édesíti meg. A színházigazgatók, a szerzők, karmesterek mind azzal tartják ébren a házasságukat, hogy bennünket kevernek bele a dologba. Ezek a színházi feleségek mind tőlünk félnek, velünk konkurálnak, miattunk öltöznek jól, miattunk gondoláltatják a hajukat, s miattunk viselnek sokkal feltűnőbb kalapokat, mint mi magunk. Egyébként hajfürtje nincs tőlem? De van! És el is hoztam! Micsoda? Hát, ez az én loknim. Hát ez tucat számra lopkodják az öltözőmből.
még a színházi fodrászom is ezzel féltékenyíti otthon a feleségét. És te felültél ennek. Gondolod? Nem gondolom, hanem tudom. Imponál nekem. Egy ilyen privát ügyvéd. Milyen ravasz. És hízelek a hiúságomnak, hogy velem ilyen derék, csinos kis nőket is lehet ijeszgetni, mint amilyen te vagy. Egyébként tőlem nincs az uradnak szerelmes levele? Nincs. Hanem, mert ha eljött volna hozzám és azt mondta volna, Sári, a feleségem szerelmét akarom visszanyerni. Légy szíves, írj nekem egy forró, szerelmes levelet. Na majd én otthon kiejtem a kabátom zsebéből. Hát írtam volna neki, nagyon szívesen. Méghozzá olyat, hogy 2 hétig sírtál volna a párnádban, ha megtaláltad volna otthon az előszobában. Egyszer egy híres szerzőnek írtam vagy 10-et. Így felkérésre. De pekje volt, mert a felesége diszkrét nő volt, és amint megtalálta őket a földön, mind szépen visszaadta neki. Olvasatlanul. Hogy milyen okos, és milyen jó vagy. Hát olyan vagyok, amilyen vagyok. Se szebb, se jobb, mint más csinos lány. De színházban élek. Nektek egy kicsit rettenetes, egy kicsit a mumusatok, az örök ellenségetek és ellenfeletek vagyok. Nem haragszol rám? Nem. Ostoba vagyok? Igen, egy kicsit ostoba vagy. Hát magát Lohengrin se szabad olyan keservesen, komolyan szeretni, mint ahogyan te a te cvikkeres barnádat szereted. És most már elérte a célját. Most már ne ülj fel neki, akármit találsz is a zsebében. Nem is fogok. Még ha egy 200 levelet találsz is. Még ha a zsebkendőimet vágja is zsebre, még ha azt látod, hogy az arcképemet csókolja, hogy engem magamat csókol meg itt a színháznál. Nem jelent semmit. Haragszom rá egy kicsit. Mert ha már kompromitált, felhasznált engem, legalább szólhatott volna. Ezért most bosszúból kitanítalak, hogy ne engedd magad tőle többé becsapni. Engedd, hogy hadd írjon levelet, küldjön virágot továbbra is, jöjjön el hozzám délelőtt a próbára, hogy várjon meg este a színháznál. Ne is szólj neki. Nevess a markodba, és vedd tudomásul, hogy mindez neked szól. Köszönöm neked, Sári. Nagyon-nagyon köszönöm. Nincs mit, édesem. Isten áldjon meg. És köszönöm. Köszönöm. Nincs mit, édesem. Köszönöm. Pá! Igen, pá! Jenő, ki jöhet? Elment a feleséged. Halló, halló! Édes, édes, munculi, boci, virág, kutya, madara, meper, kutyuskám! Halló, halló! Igen, igen, én vagyok az én és a te mókus lekvárod. Jaj, ne haragudj, hogy úgy liheget. Alig tudok szóhoz jutni, úgy szaladtam a 4. emeletre a mancihoz, hogy még fel tudjalak hívni, mielőtt az uram ide érkezik a szomszédba az izécsarnok elé, ahová váratlanul találkát adott reggel, amiatt a kalap dolog miatt. Hát erre nem számítottam, de nem mondhattam neki, hogy más dolgom van, tudod, hogy gyanakszik, és különben is muszáj már azt a kalapot, ha egyszer rászánta magát tőle, igazán nem fogadnám, és ebben olyan gavallér, tudod? Na, ne féltékenykedj, te csúnya, ne ráncold a homlokot, fúj, nem szabad, csúnya homlok. Inkább megdicsérhetném, hogy mégis szakítottam magamnak időt felszaladni ide a mancihoz. Nem bírtam volna neki, hogy felhívjalak, édes marcipán bocskorom. Hát mit szólsz hozzá? Sajnos nem jöhetek, úgy fáj a szívem, bizony Isten, ha látnád, úgy fáj. Olyan boldog voltam egész reggel, arra gondoltam, hogy egy fél órára mégis fel tudok szaladni az én fekete, borzasajú, barna szemű, szürke nyakendős kis aranyhalacskámhoz, és összecsókolhatom a... És most ez a hála, hogy cicc, és megint cicc, szidorat egy kis fehér lábú katicabogradat, amiért önhibáján kívül egyszer nem tudott az ígéretének eleget tenni, és eljönni és ide bújni az ön nagy páva szemes lekkének a 2 nagy tenyerébe, és csak pihenni és egy szót se szólni. De látod, a mancinak is megígértem ezt a dolgot a kalappal, és nem mondhattam neki, hogy majd holnap.
Erről jut eszembe, nem marad nálad a puller, de basztum édes. Mert mikor átszaladtam aztán a cukrászdába, igenis egyedül te utálatos, neked most megint, mert igazán megharagszom. Igenis egyedül szaladtam át, és mire visszajöttem, te már nem voltál ott, és csak izentél, hogy áthívtak az üzletbe. Mondd csak, tényleg az üzletbe hívtak? Mert valami nő jött érted, azt mondta a pincér. Te, vigyázz magadra, nem ismersz engem, te csak egy kis karcsúdérek és szőkebubis macskát ismertél eddig. De én sárkány is tudok lenni, ha megcsalnak, olyan vagyok, mint egy megvadult anyasárkány. Olyannak még nem láttál? Hát, csak ne csináld ezeket az ártatlan, méltatlankodó szemeket, mert ezt nem bírom, ettől beleharapok hátul a nyakadba, ott, ahol a haj végződik, tudod már. Ja, igaz, nehogy eszedbe jusson megmondani a Mancsinak, hogy te tudod, hogy én megmondtam neki, hogy neked nem szabad tudni, hogy te tudod, hogy én tőle telefonáltam neked, mert a Döncinek véletlenül elárulja Mancsi, hogy nem tud róla, hogy te az üzletben voltál. Pedig azt mondtam neki, hogy mondja meg, hogy tegnap együtt voltunk az üzletben állat, akkor ebből a Mancsi észrevesz, hogy én már mondtam neki azóta, hogy felmegyünk hozzá, és nem véletlenül találkoztunk vele, és ez csak akkor nem feltűnő, hogy te a Döncinek is úgy teszel, mintha nem tudnád, hogy én szóltam neki, hogy neked úgy kell tenni, mintha nem tudnád, hogy te tudod, hogy én remélem, érted, aranyos, hogy a szőkebubis macskádat. Nem bírtam volna, hogy egy egész napon ne halljam azt az éles, mély, dörmögő hangodat. Csak a hangodat akartam hallani, drágám, rohanok, pa-pa-pa-pa-pa-pa. Köszöntlek, lovag a Szent Kereszt nevében. Vaj, ha szűz már a lobogóját védelmezed? Imádkozom életed, s szintúgy köszöntelek, lovag. Balambér vagyok, s lovag? Én meg Bence vagyok, szintén lovag. Most értem meg a Szent Kereszt földjéről. És diada növezte utamat, lovag! Maga érkeztem, s győzelmet győzelemre halmoztam, lovag! Engedd meg, hogy tiszteletemet közvetítsem feléd, lovag! Tiszteleted viszont tiszteletet kíván, lovag! Mindkettőnk életét a krisztusi szeretet kísérje, mert megtanultuk, hogyan kell szeretni és tisztelni a másik embert? Így igaz. A tisztelet és a szeretet a két legfontosabb dolog egy nemes lovag életében. Ámen. Ámen. Ach, de mi világszál az, mely vértedet díszíti lovag? Szívem fénye, melynél fényesebbet szem nem látott lovag. Akkor ebben is hasonlók vagyunk, mert az én szívem is hasonló fényt hordoz, lovag. Tárd el én szíved fényét, melyet Isten adott. Ah, mi furcsa hasonlóság, ez zavarba hoz, lovag. Szembeötlő egyezés, bizisten, melyet föld nem hordott. Hogy szólított földre szállt angyalod, lovag? Emőke. S te lovag? Előke? Szintúgy. A sors fintora, hogy mindketten lovagok vagyunk, s a földre szállt emőke fényében vergődünk. Mondd, lovag, a te fényed merre ragyogja be szíved zugait? Talkames várában, lovag. Talkames várában. De hisz jó magam is ott verék anyát, lovag? Az bíz nem lehet, hisz őseim ott írták végtelenbe nyúló történetüket, lovag. Talkames vára az én őseim hozománya, melyet Dezső király testált felmenőim legelejére, lovag. Mi varázslás ez? Mi összekuszálja a lovagi életünk? Kétségtelen, hogy elménket s szívünket démoni erők zilálják, lovag. Emőke! Mi nevet említettél, Stalkamesvár, amit az elébb magadénak tudtál be? Ne is folytasd, lovag!
itt valami körmönfont galátság van készülőben, s te, aki nem is biztos, hogy lovag vagy, volt éjszaga lent körül. Még hogy én valék, ki az igazságot tagadja? Te, ló nélküli lovag! Még hogy ló nélküli lovag? Te, állovag! És különben is el nem tisztelet előtt egy lovag, csak nem tiszteletét teheti lovag. Még hogy áll lovag, esélt és kardért kiált. De most, hogy kölcsönös, nem tiszteletünket fejeztük ki egymás iránt? Abszolút nem érdekel. De ki az az emőke? Hát, tudd meg, te állovag! Emők egy! Kurtizán! Jéj, amely dörgős lópatkó mindenit! Te, ló nélküli lovag! Még hogy emők egy kurtizán! E sértésért felelned kell! Csak mert az igazat mondtam! Egy lovagnak kötelessége ez! Dehogyis! Mert emőke! Nem! Egy kurtizán! Hát mi? Emőke! Egy örlipke! De az elég megvöttél, s ez miért kíván? Állok elégbe, te ló nélküli lovag! Kezdhetjük, te állovag! Most véged, te kocs! Vagy nekem, te nyápic tenk! Nesze! Tű a dagadóját! Itt bánj, korafi! Nesze, te rongyos! Hú, a mindenségit! Nesze! Hát itt van, Öklerésed halálhoz rám! Én is úgy halék! De egy igazi lovag! Utolsó vérig harcol! Igen! Egy igazi lovag az utolsó vér után is harcol! Ezt még nem is hallottam! Most találtam ki. De hogy közel a lovagi halál! Halljunk békében, és a más világon folytassuk e nemes küzdelmet. Rendben, lovag, és előkét, a kurtizánt, temessük emlékezetünk messze távolodó homályába. Ámen. Ámen. Kérem, milyen tisztelt atyám? Mit akar? Szabad esedeznem, én csak azt akarom mondani, hogy... Hagyjon engem békén! Én csupán azért lettem volna bátor... Takarodjék ki, nem biztos gazember! Na de, könyörgöm alázatosan! Ha nem távít innen, hajas beszerel, csillag, akkor rendőr elvitetem el! Na de, könyörgöm alással, én csak... Hajas beszerel, csillag, akkor... Takarodjék innen! Na de, nagyságos asszonyom! Hát nem látja, hogy egy végtelen nővel van dolga? Egy szegény, kiszolgáltatott végtelen nővel? De nagyságos asszonyom, én még igazolhatatlan lennék, hogy... Hallgass, kutya, hallgass! Jó volna, ugye? Beszegyeznék végtelen, kiszolgáltatott nőt! Szeretné az undorító, állatiasan, vagyis mohó érzéki vágyait kielégíteni, mi? Undorító! Hát nem hagyja abba az előszakoskodást? Jézus már! Érzem a tekintetén a döbletes kémárorát. Látom a testében vergődő minotauruszt. Magától egy palicabogás se lenne biztonságban. Drága asszonyom, én biztosítok, hogy... Nem hagyja abba az úr, hogy egy magamfajta vételen nő fülébe suttogjon pervert tolmokat! Hát ez már rejtoztott a régi karja! Hát senki nem segít rajta! Inzultálunk! Ó, te bőszne, végre! Bocsinat! Iván Szatorovics! Inkább Szatir Szatirovics!
köszönöm. Ez az ember levetkőztetett, felnyásat szétszedett és elvette a testemet! Maga egy végtelen nővel ilyet művel? Tisztátalan, hát egy szűzet? Hát őfelém csak én csak... Nem lehet az ilyen szatíroktól megszabadítani a társadalmat? Dehogyis nem, Ádám! Na most elbánunk fölötte, hölcsök ki, hogy felrehajtok! Igen, igen! Ne tessék kimélni! Csak ne tessék kimélni! Jaj! Amit nem tetszett megütni! Köszönöm a figyelmeztetést, hogy hölgyem! Jaj! Hát nem hagyod magad, te állat! Gyere rád! Én szerint csak... Jaj! Klapke! Még jól van felháborúban, miután előszokott tett egy végtelen nő! Jaj, de én csak azt akartam! Kartában hagyunk egy védtelen nő? Messze! Sötét nappal elégítjük, elfogjuk hajlalaink! Azt akartam megkérdezni én nagyságától, hogy ott van a férje, a papucs Rudi! Látják? Látják, milyen hazug az ember? A papucs Rudit tegnap este elhagytam. Ma reggel óta a Franz Ferivel vagyok. Ma mindjárt összejöttünk, és reméljük, egy szép estét szereztünk. S ha néha egy-két baki fület sértett, ne vegyék ezt rossz néven. Előfordul, nem csak nálunk, pedig a színházat imádjuk. Volt itt sírás, rívás, kacagás, még a falak is alig bírták, hiszen színház az egész világ. Most ér véget a mi komédiánk! Thank you.